Sziasztok! Hoztam nektek a heti üzenetet az április 24-től 30-ig terjedő időszakra. A kosoknak a kelyhek 4-est húztam, az egyensúlyt és a kelyhek 3-ast. Az első tarólapon látjuk, hogy a hölgy valamin hezitál, szomorú valami miatt, az is lehet, hogy valaki megbántotta, meg van sértődve, nyújtják a lehetőségeket, a választásokat, a kelyheket felé, mégsem veszi észre. A kártya azt üzeni, hogy gyere ki ebből a pillanatnyi helyzetből, gondolkozz pozitívan, hiszen ott vannak a lehetőségek, és ott vannak a segítségek. A középső tarólapon már látjuk, hogy az a férfi egyensúlyban van, spiritualitás is megmutatkozik ezen a tarólapon, hiszen látjuk az angyalszárnyakat, a korona csakrája világít. A kártya azt üzeni, hogy tartsd meg az egyensúlyodat, figyelj a jelekre, hiszen a fenti világok üzennek neked. Bármilyen formában jöhetnek ezek a jelek, akár meglátsz egy pillangót, egy szitakötőt, madártollat, egy számot, vagy a rádióban meghallasz egy zeneszámot, figyelj a szövegére, figyelj a jelekre, hiszen ha felteszed a kérdésedet, azonnal jön a válasz. Két kelyheklapokat is kaptunk, tehát az érzelmi területen fellendülés várható, látjuk, hogy az a három hölgy az utolsó tarólapon valamit megünnepel, az is lehet, hogy valamilyen pozitív esemény, esküvő, eljegyzés, bármilyen összejövetel, bulizás, nyitott energiák és harmónia, ami ezen a héten lesz neked. A bikáknak a világ tarólapját húztam, a botok 3-ast és az érmék 3-ast. A világ tarólapja azt üzeni, hogy védelemben vagy, egyensúlyban vagy, mint az a hölgy az első tarólapom. Ott van körben, védelemben, biztonságban. Ha a munka területén szeretnél változást, akkor akár ott van egy külföldi munka lehetősége, utazást is mutathat a kártya, kötetlenséget, mindenképpen pozitív változásokat. A szerelemben egy olyan lélektársi kapcsolatot mutat, akivel leélheted az egész életedet. A kártya üzenete, hogy élj meg bátran mindent, minden lehetőséget, ami hozzád jön, új embereket, fogadd el az élet pozitív oldalát. Üzletben is siker, boldogság, gazdagság, egészségben is ott a gyógyulás. A kártya üzenet, hogy légy nyitott mindenre, hiszen védelemben vagy, ott van a siker, az összhang. 2-3-ast is kaptunk, a 3-as az egy embercsoportot is jelenthet, több lehetőséget, mozgalmasságot, utazást. Látjuk, hogy a középső tarólapon a hölgy tele van energiával, tűzzel, hamar jönnek az új lehetőségek, és ő ki is használja azokat, elindul, még ha nem is látja az utat, akkor is elindul. Munkában is lehet változás, hiszen az érméklapok egy jó munkahelyi, szellemi csoportot mutat, ahol az emberek hasonlóak, mint te, az energiák kiegyenlítettek, ahol jól érzi magát az ember, egyenrangúak a felek, tehát a munkában is, az üzletben is, ott van a siker és az egyensúly. Az ikreknek a kelyhek 2-est, a botok királynőjét, és az érmék 4-es tarólapokat húztam. Érzelmi területen nagyon szép energiák vannak a képen, két ember találkozása, akik egyé válnak, egy energiában vannak. A 2-es egy döntést, egy választást is jelenthet, hogyha párkapcsolatot, szerelmet keresel, akkor ott lesznek a lehetőségek. Érzelmi egyensúly, egyfajta teremtés van a képen. A középső tarólapon is a botok tarólapján egy tüzes energia, látjuk, hogy a hölgy az energiájával valamit megteremt. A kártya azt is üzenheti, hogy a spiritualitás tekintetében ott van a fejlődés. Az is lehet, hogy egy olyan közegbe, egy olyan iskolába iratkozol be, vagy olyan tanításokat kapsz, beavatásokat, ami számodra a jövőben pozitív dolgokat, anyagi sikereket hozhat, ehhez viszont elengedhetetlen az anyagi befektetés. Hiszen az érmék 4-es tarólapon látjuk, hogy a hölgy az értékeit magához húzza. A kártya azt üzeni, hogy a pénznek forognia kell, ha magadba fekteted és kiadod, az vissza is fog jönni. Pozitív időszak a szerelemben és az anyagi teremtésben is. Bármit elérhetsz, amit csak akarsz. Gondolj magadra, kényeztesd magad,
add meg magadnak, ami jár. A rákoknak a csillagot húztam, a kardok hatost, és a nap tarólapokat. A csillaglapja arra figyelmeztet, hogy amit szeretnél, az ott van, hiszen felküldted az univerzumba az üzeneteket, a vágyaidat, ott van a kapcsolódás, és mindent a maga idejében meg is tudsz valósítani, de viszont tenni kell érte, belefektetni az energiát. Nagy reményeket és szerencsét, sikereket ígér ez a tarólap, akár anyagi vagy kapcsolati téren is. Ez egy védelmező kártya is, tehát mutatja a jó energiákat, a szerelemben nagyon szép dolgokat, lélektársi kapcsolatot mutat, csak hinni kell benne és az energiádat befektetni. Kedvező változások, tartós kapcsolat, amit mutat a kártya, az üzletben is sikereket, mindenképpen a hosszú távú dolgok megteremtését mutatja. Egészségben is a gyógyulás lapja, ez egy védelmező szerencsekártya, viszont a középső tarólapon látjuk, hogy a hölgy elindult. A kartok hatos mutathatja a gondolatokat, a szavakat, a kommunikációt. A kártya azt üzeni, hogy indulj el, ha valamit meg szeretnél teremteni, nem szabad halogatni, hiszen ott van a cél. Már megteremtődött, hiszen a nap kártyájával egy ciklus elkezdődött, maga az egyes, a teremtés kezdete, az elindulás, a beteljesedés, hiszen látjuk, hogy csodálatos színek vannak, a hölgy kapcsolódott az univerzummal, akár egy fogantatást, egy esküvőt, egy gyermekszületést, költözést, bármit támogat a kártya, amit meg szeretnél teremteni magadnak. Az oroszlánoknak az érmék királynőjét húztam, az uralkodónőt és a torony tarólapját. Két nagy arkánumot is kaptunk, úgyhogy jelentős változások lesznek, lehetőségek ezen a héten. Az érmék királynője biztonságban van, megteremtette az anyagi javakat, a külső-belső értékei kézzel foghatóan ott vannak a kezébe. Kreativitást is jelenthet a kártya, új ötleteket, ha munkát szeretnél, akkor ott vannak a lehetőségek, hiszen az uralkodónő már biztonságban van, valami megszületik a hasában, a fizikai síkon egy gyermek születése, egy új ötlet, egy új vállalkozás, pénzkeresési lehetőség, anyasságot, termékenységet jelent a kártya. Az utolsó tarólap egy figyelmeztetés ebben az esetben, hogy valami új születik, és valamit el kell engedni, valami változtatás szükséges ahhoz, hogy az új dolgok megteremtődjenek. A kártya azt üzeni, hogy figyeljünk a házban a tűzesetekre, a közlekedésnél a balesetekre, óvatosságra int a kártya, és valami új dolog megszületését jelenti. Az is lehet, hogy valamit el kell engedned ahhoz, akár egy munkát, akár egy kapcsolatot, vagy rossz szokást, hogy az új energiák termékenyen megjelenjenek az életedbe. A szüzeknek a mágus lapját húztam, az érmék ötöst és a botok kettest. Az első tarólapon látjuk, hogy az a férfi valamit megteremt, valamit varázsol. A tenyér csakrájával az energiát belefekteti valamilyen dologba. Egy szemennyi kétsége sincsen, hiszen tudja, hogy fentről támogatva van. Ott van a lemniszkáta a fején, a fektetett nyolcas, ott van az égi segítség. A szerelemben egy spontán új szerelmet is mutathat a kártya, ha párkapcsolatot szeretnél teremteni, és az üzletben is sikereket, előre menetelt, akár egy jobb munkahelyet, anyagi gyarapodást. Egészség szempontjából a gerincre kell figyelni, a váll területére. A középső tarólapon látjuk, hogy a hölgy valamit nem vesz figyelembe, ott ül, el van mélázva a gondolataiba, ott van a lehetőség, hiszen meg van világítva, fénnyel a kulcs. A fejét csak fel kell emelni, és kinyitni azt az ajtót, ahol ott vannak a lehetőségek. A kártya azt üzeni, hogy egy kicsit láss tovább a dolgokon, te magad tehetsz azért, hogy megteremtsd, amit szeretnél. A botok kettes tarólapja azt üzeni, hogy ott a két lehetőség, ott van a választás, a döntés, bármit meg szeretnél teremteni, akár munkában, akár párkapcsolatban, a lehetőség adott. Látjuk, hogy járműs van a képen, földgömb, az is lehet, hogy a hölgy elvágyódik, utazni akar, világot látni, akár költözést is jelenthet a kártya. Ez a tarólap azt üzeni, hogy ezzel a tűzzel, energiával, a mágus erejével bármit elkezdhetsz.
a mérlegeknek a kardok 9-est húztam, a kelyhek királyát és az érmék királyát. Két király is megjelent, udvari lapokat kaptunk, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy emberek jöhetnek az életedbe, ha párkapcsolati szinten szeretnél keresgélni, akkor ott van a biztonság, egy megfelelő társ, lesz választási lehetőség, jelenlegi energia, amiben vagy, az állandó agyalás. Ezt kell most letenned, hiszen az első tarólapon a hölgy magában van roskadva, az is lehet, hogy nem tud aludni, vagy olyan energiában van, amit tisztítani kellene, hogy tiszták legyenek a gondolatok és az energiarendszer. Azt üzeni a kártya, hogy tisztítsd a gondolataidat, az energetikai rendszeredet, hogy meglegyen az egyensúly, hiszen látjuk, hogy az érzelmi téren is ott van a változás, látjuk a hajót, tehát ott van az út, ha valakit szeretnél bevonzani, ott a több lehetőség, ha munkát szeretnél, az is adott, hiszen látjuk, hogy az utolsó tarólapon az érmék királya már biztonságban van, akár egy új munkát, egy magasabb pozíciót is be tud vonzani, csak ehhez ki kell tisztázni a gondolatokat, és pozitívan vonzani, megteremteni, amit szeretnél. A skorpióknak a remetét húztam, az érmék 9-est, és a kardok ászát. Csodálatos energiák, spiritualitás lesz ezen a héten neked. A remete azt üzeni, hogy egy kicsit húzódj magadba, amit meg szeretnél valósítani, gondold át, hiszen rengeteg ötlet cikázik a fejedben, ami az anyagi síkon is értékeket mutat kívül, belül. A kártya azt üzeni, hogy vizsgáld át a helyzetet, vizsgáld át magad, és szembesülj azzal, hogy mit lehetne jobban csinálni, mit lehetne elengedni, mi az a dolog, amit megtartasz, és mi az, amit elengedsz. Egy tanulási folyamatot is mutathat a kártya. Egy nyugalmi állapotot. A kártya azt üzeni, hogy várd ki a dolgok megvalósulását, hiszen nagyon gyorsan meg fognak valósulni, még ha hosszú időnek véled, akkor is. Ott van az újítás, az új energiák, de ki kell várni, hiszen minden időben érkezik. Az érmék 9-es lapján már látjuk a biztonságot, ott egy szerencsés kéz az értékekért, utána nyúl, külső, belső értékeket is jelenthet ez a kártya, tisztában vagy magaddal, tudod, hogy mit érsz, ha munkát keresel, akkor számodra szerencsésen jön valami jó lehetőség. Ott van az aratás, ott vannak az új dolgok, pénzbeli gyarapodás, egy magasabb pozíció, új vállalkozás, vagy bármi, amit most elindíthatsz, hiszen a kardok ásza valaminek az elindulását, egy pozitív gondolat, egy új ötlet, egy terv megvalósulását jelenti, amit kiterveltél, pozitívan meg tudod valósítani. A nyilasoknak a botok 4-est húztam, a kelyhek apródját és a botok 7-est. Az első tarólapon látjuk, hogy ünnepelnek valamit, csupa tűz, energia van a képen, sikerek. A kártya azt üzeni, hogy nyiss a világra, mutasd meg magad a világnak. Az is lehet, hogy egy esküvő, valamilyen rendezvény, vagy bármi, ami most jól fogod érezni magad, megfelelő emberek között, akiknek pozitív az energiája, és a szerelemben szeretnél változást, az is adott, hiszen ott az ismerkedés lehetősége. Ott van a kelyhek apródjegy, fiatalos, hozzád illő ember, aki romantikus. Látjuk a szívecskét a képen, a középső tarólapon a szerencse malacot, szinte a fellegekben jár az a férfi. Az is lehet egy pozitív üzenet, egy szép gesztus, egy meglepetés, amiben részed lesz ezen a héten. A botok 7-es egy tüzes tarólap. Látjuk, hogy a hölgy egyensúlyban van, nyitott csakrákkal, és nem engedi magát kibillenteni. Nem engedi magát befolyásolni a környezete által. A kártya azt üzeni, hogy te is maradj egyensúlyban, hiszen a terveid pozitívan megvalósulásra várnak. A bakkoknak az uralkodót húztam, a botok 6-ost és az ördög tarólapokat. Látjuk, hogy az első tarólapon a férfi egyensúlyban van, uralkodik a saját élete felett, elérte, amit akart, biztonságban van, megteremtette magának az anyagi és a lelki biztonságot. Az is lehet, hogy egy jó vezető, akár csak te a családban vagy egy munkahelyen, aki reális és győzelemre tud vinni mindent, hiszen a botok 6-os tarólapja, maga a győzelem, a siker lapja. Látjuk, hogy a hölgy V betűt formál a kezével, Viktóriát, ott van a babérkoszorú,
ami a siker szimbóluma, ott van a tűz, te is tele vagy tűzzel, energiával, azt üzeni a tarólap, hogy tartsd meg ezt az energiaszintedet. Az ördög tarólapja itt egy figyelmeztetés is jelentett, hogyha túl sokat dolgozol, vagy túl sok teher van rajtad, úgy érzed, akkor bizony ezt a kötöttséget ki kell oldani. Hogyha párkapcsolatban lennének problémák, elengedést is mutathat a kártya, vagy olyan mértéktelenség, ami neked fennáll most az életedbe, akár egy káros szenvedély, kapcsolati függőség, vagy valamilyen munkamánia, bármi, akkor azt most magad mögött kell hagynod. Akiknél ugye harmadik személy van a kapcsolatban, féltékenységet is jelenthet a kártya, valamilyen elengedést, az üzletben viszont biztonságot, sok pénzt, megelégedettséget jelent, egészségben a vérnyomásra kell ügyelni, és a szenvedélybetegségek letételére. A vízöntőknek az érmék 6-ost húztam, az érmék 8-ast, és a kardok lovagját. Két érméklapokat is kaptunk, az anyag és a munka területe lesz most hangsúlyos ezen a héten. Látjuk, hogy az energiák ki vannak egyenlítődve az első tarólapon. Az adás és a kapás törvénye adott, azt üzeni a kártya, hogy figyelj az egyensúlyra, hiszen amit adsz, azt kapod vissza. Itt meg kell tartani a mértéket, ne adj túl sokat magadból, és próbálj elfogadni. Fejlődés van ezen a héten, hiszen 6-os, 8-as szám, az anyagi területen pozitív dolgok, az is lehet, hogy valamit elértél, találtál egy új munkát, hátradőlhetsz, megteremtetted magadnak, amit szerettél volna. Az utolsó tarólapon gyorsaságot látunk, az is lehet, hogy hirtelen jó lehetőségek jönnek hozzád, amit ki kell használni, de a kardok mindig ugye a gondolatok és a kommunikáció kártyája is, ha esetleg munkahelyen, családban lenne egy kis konfrontáció, veszekedési vita, akkor pattanj fel a motorra, mint az a férfi, és hagyd magad mögött ezeket a szituációkat és a negatív energiákat. A halaknak az érmék 2-est húztam, a halál és az érmék apródja tarólapokat. Mivel két érméklapokat is kaptunk, a munka és az anyagiak területe lehet hangsúlyos. Az érmék 2-es maga egy választást, egy döntést hoz a jövőre nézve. Az is lehet, hogy egy kiegészítő munka, valamilyen más tevékenység, amiből neked bevételed lesz. Az is lehet, hogy ha munkát keresel, két lehetőség között válogathatsz. A halállapja azt üzeni, hogy valamit el kell engedni, hogy bejöjjenek az új energiák, hiszen az érmék apródja valami jó munkát, lehetőséget is hozhat neked, tehát emberek formájában is jöhet hozzád segítség. A halál tarólapja valaminek a lezárását jelenti, egy elengedést, az is lehet, hogy dolgokat, munkát, szituációkat, személyeket hagysz magad mögött, egy ciklus végét jelenti és új korszak kezdetét. A szerelemben is új energiák jöhetnek, ha kimerült a kapcsolat, akkor újítani kell. Az üzletben is átalakulást, mindenképpen virágzást, pozitív változást és egy új munkát jelent. Egészség szempontjából vigyázunk a gyomortájékra, az energiákra, hogy tiszták legyenek, ne legyen rajtunk holtlélek, szellem jelenlétét is mutathatja ez a kártya. Az érmék apródja már valamilyen jó lehetőséget, valamilyen új kihívást, munkát, új energiákat hozhat neked.